a bizottság tagjai is ajánlom őket. A bizottság fővel határozat képes, hogy a bizottság gyűlés megnyitom. Kérdezném, hogy a kiküldött a rendi pontokhoz van-e valakinek, hogy élet az egyebekben. Mindenkülünk. Egy egyébként támogatást, és a pénzmaradványokat is
szerencsére, hogy elég szépen volt az önkormányzat maradványa. Ezek kerültek be az első módosításban, és akkor igyekeztem különösszetni, hogy lássa mindenki, hogy aztán az iskolának, hogy alakult az óvodának, a munkának és a polgármesteri hivatalnak a költségvetése és a költségvetési közösszege. És így lett mindösszesen akkor az önkormányzat költségvetésünk közösszege 1,689 millió forint. A szeméttelepvel kapcsolatos pénz, amit a csőjékünk esetleg vissza kell fizetni, közlekedési koncepció, hát amit felsoroltam, tehát az ugye minden ment a megfelelő helyre, és 96.330.000 forint volt, aminek nem volt, hogy gazdája a igen, a 146-ból 96 tartalék, a többi pedig mert például ugye az atletikai pályára is megkaptuk, hogy 18 milliót az állam, hogy azt az idén kellett, hogy kell kifizetni, tehát az a pénz nem lesz. Igen, a bizottsági dolgokat, hogy kérdés. Mostosítással kapcsolatban valakinek? Csak én. Akkor itt lezárom, hogy ne tudjunk közül. Elég van. Köszönöm szépen, azt a kérdésem, hogy az alatt személytelenek mindentet, hogy ilyen valaki az alatt megbelőszek. Jelenleg mi a személytelep sorsának az állása ezen a bírósági tárgyaláson túl vagyunk annak következménye, vagy ez valamilyen más? Erre az folyamatban van, annak a következménye, hogy az acsaiék befizetnek több mint 600 millió, és ez még nem lett felhasználva, mert ugye megmondhatjuk, mire kell, vagy mire a társadalási tagság való belépéshez, meg az éves tagdíjhoz, de ők többet fizettek be. Tehát előre megfizetnek a közszöget, és ez egyrészt nem tennek majd, a PERS kimentelen, ugye még ez a sorsa. Nem felhasznált összeget, a jogi szakértők a tesztet szerint mindenképp adni, de később lesz rá. Köszönöm szépen. Akkor a ki elfogadásra javasolja a költségvetés első módosítását, azt kérem a kétszerűen. Igen. A kettes napi rendi pontot elzárat rendben. A kettes napi rendi pont következik a Széchenyi István Általános Iskola udvarának a rendezése. Ez a terjesztés van valami kérdés. A polgármester úr ki akarja bővíteni ezt a dolgokat. Tehát az atlétikai pálya külső részét kérinti ez a rendezés. Tehát lényegében az atlétikai pálya és vagy a tornacsarnok közötti földterület, ami most jelent különösen is burkolva, ide lennének fölépítve azok a játékok, amik föl voltak állítva eddig a iskolaudvarban, de az külön egészítve egy-két játéktól, ami a Kossuth-Bucsi Általános Iskolánál van most lehelyezve. Tehát lényegében annak a csíknek a rendezése, ott fásítás, fülesítés, játszótér kialakítás, öntözőpedagógus kialakítás, padokjel helyezése, érinteni az atlétikai pálya a konyha felőli résznek a pályán belül, tehát a műfüves pálya és az atlétikai pálya között, és egy pár bokor és pad kerülne, illetve az Aldi bácsi felül, tehát az külső udvar résznél azokat a kis
üveget, oda pedig gyöngykavics borítás lenne, illetve fogok lenne elhelyezve. Maga a Deák Ferenc Feledi út, tehát az egyébként pályán kívül a Deák Ferenc Feledi úton ott van egy méteres, a kerítéstől méteres rá, a gyöngykavics szólással lenne meg oda, tehát a textil gyöngykavics tagadása. Tehát ez az egyik, amit tartalmaz, ez az előterjesztés. Ezt lényegében műszaki szempontból nem kötelező megcsinálni, csak hát célszerű lenne. A másik rész, ez pedig a konyha és az atlétikai pálya közötti résznek a rendezése. Ezt viszont műszaki okok miatt muszáj megcsinálni, mert a iskola tetőről, a lapos tetőről, illetve a hátsó, tehát az iskolának a hátsó tetőhátsó részéről, ide folyik a víz le. És már nem is nagy eső esetén ez át fog folyni az atlétikai pályán, mert de ez nem igazán szerencsés dolog lenne, mert ennek a víz felszíni vízelvezetése, megtervezése, burkolat, tehát geodézi felvezetés, megtervezés, burkolat, terv, burkolva pedig azzal a térkővel lenne, ami az iskolából a régi burkolat fölött szedve, ebből mennyi van, Tamás? 80-80 annyit tudok. Most arra van szó, mert régi, körülbelül ugyanannyi van, amennyi be a belső udvarban volt. Nem tudom, hogy az úgy mindent van. Ez a hagyományos ilyen szürke színű. Igen, tehát ez lenne oda leadva. Erre lettek bekérve elsősorban árajánlatok. Nyilvánvaló, hogy még lesznek több árajánlatok bekérve. Ennek a vízelvezetése a kóra és a atlétikai pálya közötti résznek ott több mint valószínű víznyelvünk kell, majd egy központi aknába belegyűjtve, abban egy gépészet, tehát óvászivattyúval hátranyomva, abban a rendszerben, ami a sportcsarnoknak a tetővizét vezeti az évben végig tető állapnak. Tehát így lehetne megoldani a lehető legegyszerűbben és a fölvetődött, hogy ezt a vizet érdemes lenne gyűjteni és öntözésre felhasználni. Jelen pillanatban azt mondtam, hogy nem, mert van egy út az iskola előtt, amiről most már működik az öntöző berendezés. Lényegében bármilyen tározó építése sokkal-sokkal többet kerül, mint maga a díszlet. És nem is nagyon van hely, mert ott a konyha is a atlétikai pálya közötti részen, tehát ott megy be a gáz vezeték, be a tornacsarnokhoz a villanyvezeték, ott megy be, tehát lényegében tároló blokkokat, a blokkokat nem igazán azért tudnák hozzá. Bizottsági dolgokhoz van, hogy a kérdés ezt a vétem. Hogy polgármester úr, hogy ezt a listát ezt kiállította össze, vagy hogy lett ez? Iskola. Iskola? Igen. Azért furcsán, hogyha az iskola állította össze, mert én letöltöttem a OFI-nek az oktatási és fejlesztési intézetből, elnyerték az ökopályáz, vagy ökoiskola státust, és végigolvastam, hogy 150 pontot sorolt fel az iskola, kötelezettségvállalást, ami miatt ökoiskola lettünk. Ebben a 150 pontban van most az esővizet, ezek ilyen igen nemes eldöntető kérdések. Bocsánat, az a listában nincs benne az esővíz. Az esővíz használata az arra alkalmas helyen. Igen, de tehát, amit ők állítottak össze, abban nincs esővízgyűjtés. Ja, igen. Nem ott van az esővízgyűjtés. Viszont a 63. pont, amit kötelezettséget vállalt az iskola, mint ökoiskola, és ez is egy picit súlyozott, tehát igen nemes eldöntendő, és innen el tudja bukni az iskola az ökostátus, tehát ami le fog járni úgyis 2013 év végén. Zöld felület kialakítása során az ősonos növényfajok és tájegységek
megfelelő fal kombináció. Igen, ezt alkalmazzák is. Hát itt batánfa van, gömbszivarfa, lejlandi ciprus, sejánfenyő és osztokos tuja, ez kivétel nélkül, mint Közép-Ázsiából származ. És én képviselőt tudom választani, mert részt tettek meg a fal. Én megmondom őszintén, ezzel én is csodálkozom, mert nem elmondszak. Hát őshonos falukról beszéltünk. Egyébként egész konkrétan Károly Nincsika Miki megkérdezett tőlem két faiskolát, én utána néztem, sőt, itt elmondom, hogy a Zólyogi féle faviskola 50%-ot rögtön felajánlottam, akkor mondta amikor az önkormányzatnak, és arról volt szó, hogy ősonos vagyok élnek. Tehát én szerintem itt valami félreértés van, mert ezekről nem is volt szó, ezekről a faviskola. Tehát én úgy gondolom, hogy hát arra, hogy életlenül kerülhetett vele, mert kimondottan erről beszéltünk, hogy ősonos vagyok élnek. Hát akkor én azt javaslom, hogy ő pontosítva lesz az iskolával, mert ő elmondott össze. Én is értik, csodálkoztam ezen. Tehát én egyedül annyit kértem, hogy azokra a részekre, ahol se füvet öntözés hiány miatt nem tudunk telepíteni, se növényzetet oda legcélszerűbb, vagy egyébként a gyerekkövics, vagy pedig a fáncs, hogy ezt mérlegeljék, hogy mennyire célszerű használni. Ők elmondották össze. Gondolom, hogy ugye azért kicsit, amíg most meg kirándulni vannak már testetülésnél. Tehát én úgy gondolom, hogy maga az elv, az ezen befolyásol. Tehát az, hogy milyen nevézetet kell oda tenni, nyilvánvaló, hogy olyat, amit egyrészt hogy tudunk kezelni, mert egy nagyon erős hangulatot az atlétikai pályán, mert nem biztos, hogy célszerű tenni, mert ennek takarítási problémái lesznek. Még egyre rákattam pont itt ellen az Zofinak a honlapján, hogy ez most van kiírva, és azt hiszem, hogy augusztus most a másodikán vagy 20-án el lett kifejezetten ökoiskolák számára a zöld felett kialakítás 500.000 forintig pályázható. Tehát, és csak ökoiskolák vennek részt, vagy most nekünk megvan az ökominősítésünk, nem olyan sok van az ország egyébként, és ki van írva a pályán. Egyébként is. Tehát én egyrészt beszélgetünk erről, ezt mindenféleképpen, de nem fogom belőle akkor lépni kéne, mert hogyha ez az 500.000 forint is belülik, akkor ebből az újabbiféle faiskolából nagyon komoly tulajdonképpen fölmondás csemetéket tudnánk hozni. Akár 4-5-6-8 éveseket is annyira beférnék ebbe. A másik, amit szeretnék mondani, én jeleztem az iskolának is, csak ahogy itt nem jelent meg. Nekem komoly aggályaim vannak a fásítással. Megmondom miért. Ha valaki kimegy az iskolába, nekem ugye volt szerencsém egy éven keresztül három napon át egy héten ügyeletes voltam, kivétel nélkül mind a három nap az udvaron. És ugye az ember figyeli a gyerekeket, valahogy úgy, ahogy a parkrendezők ezt ugye elmondták, hogy ők a parkra nem tesznek járdát, hanem megnézik, hogy hol menne a gyalogosok, és amikor a gyalogosok kitapossák az összfélt a kókána, oda teszik a járdát. Na hát én nagyon figyelmesen néztem a gyerekek mozgását, és azt kell nagyon szomorúan elmondani, hogy az új udvar végtelen módon leszünk ki a gyerekek mozgását. Nem lehetnek a füves pályára. A füves pálya és az atlétikai futópálya közé szintén nem lehetnek, mert rálépszik a savat az atlétikai csíkra. Marad nekik a kis térköves rész, amin eleve van két kialakított kis kertecske. Oda megint nem lépnek be. És akkor most jönne az, hogy van viszont a futópálya és az épület között egy viszonylag nagy terület, amit többek között mi most be fogunk vásárolni. Nem fogunk be vásárolni. De mindenféleképpen kertészeti alany lesz ez a terület. Azt, hogy azt hiszem, hogy a két fa van tervezve, úgy tudom, hogy mondta Miklós, ez nem hiszem, hogy a befásításra.
az biztos, hogy a területről összeadalva a játszó eszközök elnézési játékokról oda van tenni. Nem oda nem tervezünk játszóeszközt, legalábbis nekem, amit jól nem mondok játszóeszközt, tehát azért mondom ezt, aki nekünk az udvarat. Tehát még egyszer mondom, a futópálya és az épület hátsó bejárata között, hogy biztosítani kell a kapu miatt egy menekülési útvonalat, oda eleve nem jöhet semmi. És nekem az a javaslatom, és ezt nagyon fontoljuk meg, hogy ez a terület és a hátsó kerítés közé eső szabad részre oda tegyünk be egy dühöngőt. Azoknak a gyerekeknek, akiknek fokozott mozgásigénye van, egy 2-3 méteres kerítéssel, 2 kiskapuval, és ott aztán öljönhetnek, focizhatnak, testnevelés órán pluszba föl lehetne használni azt a területet. Tehát én azt ott nem parkosítanám, hanem a gyerekek mozgásának a biztosítására használnám föl. Én elfogadom, hogy ez csak, hogyha ott van egy műfüves pálya, ott van egy atlétikai pálya, az atlétikai pályán belül az, hogy most nem lehet rámenni az orvigat, hogyha befekedvesedni, akkor rá lehet menni. Tehát az a tér, azt ugyanúgy lehet használni. Ezt úgy gondolom, hogy én neked nem kell eldönteni, az iskola vezetésének kell eldönteni, hogy az iskola... Én ezt változatlanul javaslom. ...pedagógusainak, abban is egyetértek, őnek kell eldönteni. Tehát azért én is nem akarom megmondani, hogy az iskolába az a kis térnek a felhasználása, amit én legyen megmondani. Akkor egyetértek maximálisan, hogy az iskolos fák legyen neked, szerint is sem a problémám. Mondom, nem én állítottam ezeket össze. Jó, én meg ezt elmondtam, én javasolnám, hát akkor elfogadják, ha nem. Egyrészünk az iskolában, pont ez miatt az ökok státusz miatt. A játékok kialakításánál is vállalt az iskola azt a kötelezettségét, hogy környezetbarát anyagokból készült udvari játszó eszközök telepítése. Szakosítványokkal szeretné igazolni, mert ez benne van a pályázatában. Hát azért mondom, hogy akkor ne essünk át a lótulóra. Hát nem tudom, hogy milyen játszóeszközük az, hogy lesz bekérve az árajánlat. Nem, hát az a játszóeszköz lesz fölállítva, ami eddig is ott volt az iskolában, azok a fa játszóeszköz. Jó, köszönöm. Az így el is mondtam. Itt tulajdonképpen a határozat javaslat arról szól, hogy ugye 5,8 millió forintot jóval adjunk az iskolának erre a célra, illetve az a kitételre, hogy a polgármesterről 3 ajánlatot fog bekérni ezeknek a munkák elvégzésére, és a legkedvezőbbet ugye majd kiválasztja, ami egy részét az iskola fog kérni. Tehát maga az iskolának az utol rendezésébe abban, hogy nem akarok részt venni. Jó, hát de mindent akkor Gézárnak is tudunk olyan választ adni, hogy hát ha nyilván te érteszed a fákhoz, akkor én ebbe a testületbe csak úgy benne volt, hogy ezeket elmondott, hogy figyeljenek oda. Vagy ennek a dühöngőnek is kialakult. A faiskolát is megnevezem. Hát rendben van, hát most... Többet mit, hogy csinálják? Jó, tehát akkor nem értem én se azt, hogy akkor miért iskola révén mihez kell. Nem tudom, azért mondom, hogy talán a számítógép öltönye, hogy valami rossz kerül vele. Mert ezt megbeszéltük a Miki mellékén, tehát a Miki megkérdezte tőle, mondtam neki, és ő is egyet ért. Az őshonos fajokkal, utána mások az volt a kérdés, hogy honnan, hogy először a Davasi faiskola jött be, nem tudtam, hogy a fajokat biztosítani, utána fölhívtam ezt a zólyomi féle faiskolát, és nagyon rendesek voltak, mondom, hogy azt mondták, hogy iskolának 50%.
Én javaslom azt, hogy a bizottság javasolja meg az összegnek az átcsoportosítását, és az a kitétele, hogy ős most már kapcsánikát kell a tetette Frankszán. Tehát ezért meg kiegészítjük ezt a javaslatot, javasolni? Én azért kérném azt, hogy legyen benne, hogy legalább megfontolás elejéig még egyszer térjünk vissza erre a bekerített bűnöbőre. Hát most ezzel nekem az a véleményem, hogy én nem tudom én se eldönteni azt, hogy most a gyerekeknek mire van szükség, amit itt hallottam, hogy elmondás alapján, hogy milyen tervek készülnek az iskolára. Én úgy gondolom, hogy amit elmondtál a vásítás, a polgármester meg azt mondta, hogy egy-két fa lesz, ugye sajnos már az iskolának az udvar része elég jó, el van látva mindenféle sportolási eszközre. Én arra gondolom, én úgy gondolom, hogy ha most az a gyerek a szünetbe kijön, és mondjuk az iskolában meg meleg van, kívül meg egy füves árnyékos helyen kicsit ki tud kapcsolódni, az én szerintem elég. De én úgy gondolom, hogy ezt is talán ott akkor az iskolában a Miklósnak vezet elő, hogy nem tudom, hogy a bizottság többi tagja mit szól ehhez, hogy most mi döntsük el, hogy az iskolában kell egy 5-4 cm-es dühöngőt a gyerekeknek. Építeni. Vélemény? Nem a csapadék víz szétosztásra vagy megtartásával kapcsolatban lenne egy gondolatom. Én az a polgármester úrnak, hogy van új kudalonra lehet öntözni, de én azt gondolom, hogy elég nagy iskola tetőfelülete. Nem tudom, hogy az mennyiben kerülne, hogyha egy 5-6 vagy 8-10 köbméteres vízgyűjtő falóba elhelyeznénk. 250 ezer egy vízgyűjtő rendszerben. Mert azért nagy a felület, tehát és igaz, hogy az önközővíz, de sosem sincsenek benne azok a nyomelemek, amik egy esővízben vannak benne, és szerintem pocsiklás lenne, hogyha ezt csak arról nem, de én csak felvetésképpen gondoljátok át, hogy foglalkozunk-e vele, ha foglalkozzanak ezzel a Miklósék, hogy igen, gyűjtsük össze az esővízet, mert lehet, hogy lesz, amikor látjuk, mint nagyon ilyen szélsőséges időjárásokat. Kiegészítésre, hogy a tárolók lehet, hogy 250 ezer, mint az gépészettel el kell állni a vezetéseket, tehát azért ezt nem mondjuk, hogy ez 250 ezer szónyból, meg lehet oldani, ezt telepíteni kell, stb. Tehát pont, hogy a külső részen volt ez a monokokos csapadékvíz megtartó rendszer, tehát ezeknek a telepítése iszonyú megkülönbség. Hát arról pedig, tehát a másod az, hogy nem tudom, hogyha talán sorban ott van a gázvezeték, villanyvezeték, az földvezeték kívánját, igaz? Igen, de azt akartam megmondani, elnézést kérek, hogy van ciszterna gyakorlatilag az épület sarkánál, aminél keresek. Bocsánat, így van, akkor egy kicsi kiegészítés. Tehát ez a rendszer egy ciszternával engedni a vizet bele. Tehát amit kívül fölvet, aztán utána öntözésre. Bocsánat, tehát én arra gondoltam, beszéltünk arról, hogy el lesz mondva az egyik épület, a garázsai szükség, ami a szolgálati lakásunk van. Az végén ott van egy ciszterna, a tornacsarnok végén. Tehát ez a víz is abban, mint a rendes. Tehát lényegében akkor kívül van, hogy meg a csapadék fölfogás. Az, hogy ez a későbbiekben van-e használó, ez úgy gondolom, hogy most megköltsük arra még 1 millió forintot, hogy onnan kérjük ezt, hogy viszont a vizet, majd lehet, hogy későbbiekben szükség. Akkor egyéb kérdés, Géza, ez ügybe valami határozati javaslat? Határozati javaslat egyik ügy az egyértelmű, hogy ezeket a fafajokat ezekkel a fennbarkban találni. Másrészt pedig akkor még egyszer mondom, hogy én, mint képviselő vagyok, mint pedagógus. Értem. Képviselő tettem javaslatot erre. Vizsgálja meg még egyszer az iskola, a bűnöngőnek az esetleges felállítása. Akkor szerintem vegyük ebbe a tázott javaslatba, de ezt is mondjuk. De ezt jelent? Hát akkor tegyük a módosítás, hogy benne legyen. Jó, szerintem egy ilyen javaslat. Rendben van. Akkor tehát idáig úgy alakult a határozati javaslat, hogy ami le van írva, kiegészítve azzal, hogy a őshonos fák legyenek ugye, telepítve. Akkor a G
Gézának egy módosítása ehhez, aki egyetért azzal, hogy a javasolt az iskola felé, hogy mérlegelje azt, hogy egy ilyen gyöngőt oda telepítsenek, aki ezzel egyetért, az készfeltartásra jelezze. Akkor kettő, igen. Akkor ezt a határozott javaslatot egészítsük ki, még ezzel az egy mondattal, hogy az iskola mérlegelje ezt a gyöngőnek a megépítését is azon a fűves területen. Egyéb kérdés? Az egészet. Jó. Akkor rendben van, akkor aki a módosításokkal. Akkor azt hiszem, hogy meg, hogy ő sem most kapolták. Hát ez benne van. Itt van, ami a határozati javaslatban 5,8 millió forintról beszélünk. Zárójelben tereplendezés, parkosítás, kősmonosvák, illetve a véleménykérés a gyöngővel kapcsolatban. Utána a képviselőtestület felhatalmazza a polgármester urat, hogy három ajánlat közül a legkedvezőbben megkösse a szerződést, amit a következő, vagy az aktuális bizottság ülésen tájékoztatás kapok róla. Aki ezzel egyetért, készült a testület. 2-4-ből igen. Akkor ezzel van. Meg az nyilván, hogy ez a pályázati dolgokról köszönjük. Akkor a kettes napi rendi pontot lezártuk a házsának. Azt vagy augusztus 2, vagy augusztus 20. Mert ugye a következő időszak az az ősz, amit tudunk átteleni. Jó, akkor a kettős napi rendi pontot ebben, a hármas napi rendi pont következik a útépítési társulásokról szóló tárgyalása. Köszönöm, hogy a polgármester úr, hogy egészíteni. Ez nincs annyi az, hogy egészíteni, hogy a Tölcsei utcában állít össze a megfelelő aláírásszám, ott kérték bizonyos lakók tervnek a tárdolgozását, ez vizsgálóban, tehát ez ebben a csomagban semmi esetesen nem tudjuk beletenni. Ennek a későbbiekben mondom, hogy lehet, hogy egy pici előnye is lesz, az majd a közbeszerzési termódosításánál termódott. Lényegben Mátyás király szégy, hogy jófa, anyák, nyárfa, lenne most útépítési érdekeltségi társulás létrehozva, szintén ugye a Szent István tér aszfaltozásánál nincs meg a többség, ott egyedi határozat kell, hogy az Óbuda környékét is megben lesz az előttel később napi rendben. Tehát azért nincs lényegében a jól működő felső Erdősor utca rendelet alapján lett megalkotva, egy tervezet van becsapódva nyilvánvaló, hogy mindenki tervezett, ugye itt az utcák is a nevek kivételére az most akarom lenne. Kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt az előterjesztést, a vallatjuk, hogy két alatt ezt támogatjuk. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban kérdés. Én Kölcsei utcára szeretnék rákérdezni, megkeresett, nem mondom itt nevet, mert nincs itt, és nem hatalmazok tőle, hogy a nevét használhassam, hogy ővelük, amikor a településen csináltuk a csapadék vízelvezetési tervet, akkor a tervező úr egyeztetett velük, és mondták, hogy egy oldalra szeretnének állapot. Az, bocsánat, nem a vízelvezetés volt, hanem ez már az útépítési terv. Először úgy volt megtervezve, meg úgy tartottuk én is, és a tervező is logikusnak, hogy egy oldalon lenne vízelvezető árok. Így a terv lényegében be is lett terjesztve, de ezzel a tervvel a lakók kétharmada nem
látóak, de azt most mondom, nem tudok másnak mondani. Ezért vizsgáljuk most azt, hogy, és hogyha most azt mondod, hogy fél méterre van az árok, ez nem tárolkodott, a tervező csak behúzta a sziklát, tehát az van vizsgálva, hogy két oldali árokkal meg lehet valósítani. Nem lehet, akkor tovább is egy oldali árok lesz a tervben. Hogy ezt a könyv mindenféleképp meg kell foglalni, idő van, mert az aláírás és akkor meg tudjuk úgy, hogy két oldalon megy át, akkor az utcában lakunk, ennek megfelel, akkor jövőre meg tudunk. Jó, köszönöm szépen. Tehát ma is kint voltam, hogy a Détapon, miután mi ezeket kérünk fölfelé. Sajnos szűk az utca, tehát a rendes újépítési, tehát ott nem lehet lecsökkenteni az új szélességet a minimálisra, mert az egy megfogalma út, ott a iskola és kerékpáros forgalomnak lesz rajta, hogyha elkészül, gyalogos forgalomnak lesz rajta. Tehát nem lehet a minimális 4,5 vagy 4 méteres szélességre lecsökkenteni az aszfaltot. Azt is vizsgáltuk, hogy vannak az egyirányosítása, mennyire legalábbis azt javasolt a forgalom tervező, hogy nem javasolja az utcának az egyirányítását. Nézzük ilyen monoblokkos árokrendszerrel, ami kisebb, keskenyebb felületet vesz igénybe, mint az épített árok, mert az 1 méter vagy 1 méter 25 cm-re belefér, és már ezzel nyernek. Lényegében, hogyha két oldalon járhoz veszünk figyelembe, akkor 1 métert. Patka csökkentéssel. Tehát ezt úgy sem bevinni, mert nincs meg a leírása, tehát van idő megnézni más alternatívákat. Jó, értem. Köszönöm szépen. Kérdésem a napirendi ponthoz. Ebben nincs, akkor szavazásra tennék fel. Aki egyetért az útépítési kárát. Sugásokról szóló rendelettel kapcsolatban az ilyen készben tartásra lesz. Mindegy, ami lenni szó, új területi 03-7-es fajtervezi számomra új belterületbe csatornáson, ezért tervóval az elbizottság döntött ez ügybe, hogy egy mellette lévő utatnál ugye a... Szóval azt is a beszélhetőszint. Az öreg túli utca, az öreg melegedi féle mellett van még egy szakasz kijelölve, azt kellene át össze. Nem kijelölve semmi. Tehát az a volt mindig. Igen. Itt van. Az önkormányzati tulajdonosi számok van a kettő. Az igény, hogy más kultúrvethez csatlakozik is. Például akármilyen útépítésnél vagy például osztop elhelyezésnél ez problémát jelent. Tehát most magyarul annyi van, csak hogy az a 4 méteres út, a belterülethez legyen csatolta, hogy meg a két, vagy azt az egy utat, ami most két helyezési számon van, az utána telekalakításra egy helyezési számon lehet tessék tenni. Ennyi. Ezzel kapcsolatban van megkérdésem. Aki a határozott javaslattal egyetért, az kérem készben tartásra jelez. 4-es napi rendben. 5-ös napi rendben pont. Tervezett útépítés. Csak ellenőrzés feladatainak ellátásával kapcsolatban kérem a polgármester urat. Tehát engedélyeztetésre be van utatva a tervek. Úgy néz ki, hogy vagy pénzügyen, vagy pedig a jövő hitelek elején megkapik az engedélyes terveket, ugye 15 nap kell ahhoz, hogy ez jogerőbe emelkedjen, és lényegében lehet indítani a közbeszerzési eljárást. Ezeknek az útépítéseknek ugye eddig nem lehetett kérni árajánlatot, most már kimentek az árajánlat kérők, mert nem volt engedélyes terv, tehát addig hogyha a hatóság megváltoztatja, akkor változtatók szerint tartani. Ez az előzetes ár ajánlat kérés alapján ez a műszaki ellenőrzés, ez körülbelül olyan 3 millió plusz áfába kerül a 6 utcának a műszaki ellenőrzése, azzal a kikötéssel, hogy lényegében mindennapos
voltak. Tehát ennek az az oka, így nyilvánvaló, hogy ez megemeli egy kicsivel a műszaki ellenőri díjat, de 6 utcában fog, lehet, hogy egyszerre fog folyni az építkezés, és az, hogy itt 8 naponta a műszaki ellenőr végig járja, ugye több mint úgy így elő, hogy 8 naponta kell műszaki ellenőrzést lefolytatni, ezt én mondom, hogy, ne vállaljuk be, hanem ezzel ére a kisebb pluszkocsi fejében egy mindennapi műszaki ellenőri tevékenységet érintve. Körülbelül 3 millió plusz hátába fog kerülni ennek a műszaki ellenőrzésre. Most kaptam egy e-mailt, az egyik ismerőstől, a civil utazásról töltött el, hogy írunk alá Biancót, a képviselő testület, és persze majd a polgármesternek beírja a számot. Így is föl lehet fogni, de én úgy gondolom, hogy soha nem ez volt a cél. Természetesen mondhatja azt a bizottság, mondhatja azt a képviselőtestület, hogy várjuk be áramlatot, rendkívül testületet, és mi is kell összejönni. Maga a szerződés kötésről pedig így is úgy is be kell számolni a képviselőtestületet. Tehát én nem ragaszkodok ahhoz, hogy a bizottság azt mondja, hogy nekem van a kérdésem, hogy említett, hogy 6 helyen folyik majd az év 6 utcában egyszerre. Előfordulhat. Tehát a közbeszerzés úgy lesz lebonyolítva, hogy átmenjünk, meg kapcsolódik második napjelentet, de akkor lehet. Nem, én csak elmondom, hogy mire gondolom. Tehát hogy miért fordulhat elő, hogy 6 utcában nem vagyunk. Tehát úgy lesz a közbeszerzés kiírva, hogy a részajánlóra lehetőség lesz. Tehát ami azt jelenti, hogy két csoportba lesznek osztva az utcák, egyik csoportba lesz a Mátyák, Zrínyi, Diófa, Nyárfa, másik csoportba lesz írva, vagy kitéve írva Aranyák, Mátyás Király, Szent István tér környéke, és ezt két kivitelező is megnyerheti. Tehát lehet, hogy két kivitelező fog dolgozni az utakon, és hogyha ugye egymásra épülnek, akkor azt tudni kell, hogy egyiken elkezd a talajmunkát, utána, hogy abban a végzett, akkor a következő, vagy ez a brigádnak a következő utcára, és a következő munkafázis meg építik tovább. Tehát ezért mondtam, hogy... Na ezért kérdeztem meg, hogy ha 6 utca megy egyszerre, akkor valószínűleg nem elég az egy műszaki ellenőr. Elég lesz. Minden napi műszaki vezetéssel elég lesz. Elég lesz? Egyéb kérdés? Tehát az lehet, hogy a műszaki ellenőr, aki ezt megnyeri, a cél, amit megnyeri, az lehet, hogy két főben fog itt lenni. Tehát ebben az a lényeg, hogy minden napos műszaki ellenőrzés legyen. Tehát azt ő nekik kell megoldani, hogy ezt hány főben tudja. Azért mondom, mert tehát a fejükkel fog nőni a munka. Tehát tényleg azt mondjuk, hogy 6 helyen fognak dolgozni, nem fog odaérni a műszaki ellenőr, attól biztos vagyok, hogy ez jó, hogyha ha tisztességesen végzi a dolgát, már pedig nem feltételezem senki előtt, nem. Jó, hogyha egy nap, két, maximum 3 helyen nap tud lenni. Én javaslatom szerint elég, így mondhatja azt a bizottság, a képviselőtestület, mert akkor szerintem, hogy ha már ennél tartunk is, akkor úgy kellene bekérni a műszaki ellenőri árajánlatot is, hogy lehetőség szerint, mert lehet, hogy nem kell folyamatosan két műszaki ellenőr, hanem nem lesz teljes átfedés, de lehetőség szerint két fővel tudjam részt venni. Megfelelő úgy, hogy nyilatkozzon, hogy két, mert ugye mindig úgy van a szerződés, hogy például a halálalkozót, hogy nevezzem meg két főt, aki a műszaki ellenőri tevékenységét ellátja. Hát ez így korrektnek tűnik. Tehát mit tudom, hogy egyben megcsináljunk műszaki ellenőrzést, hogy bízunk benne, hogy azt belépjük, hogy két főt nevezzem meg, aki a műszaki ellenőrzést, hogy ott azt nevezzem meg, hogy képviselő sem biztos, hogy pont azt látja, hogy kellene, tehát ez egy ilyen történet. A másik dolog meg szerintem a 6 utcában a körbe-körbe megy minden utcán, lehet, hogy tényleg egy is
megfelelő, de annak sem vagyok kellene, hogy most két fő legyen. Hát a körbe-körbe, akkor nem bátor, amit látni kéne. De jó, hát ebben az egyikben ebben részletesebb. Ezt én is támogatom, hogy nevezzük, vagy legyen két főbe kérve, vagy nevezzem meg, tehát mindig két főbe kell lenni, tehát nekem őszak jelenni, tehát kicsiket el tudnám. Köszönöm szépen. Jó, akkor ezzel kiegészítjük ezt a határozott javaslatot. Ezt kiegészítjük, és akkor én mindig annyit hiányolok ebből a határozott javaslatból, amit az iskola után is volt, hogy akkor ugye a polgármester úr elmondta, hogy nyilvánvaló tájékoztatást fogunk kapni. Az egy mondat erejéig benne lesz, hogy a következő, vagyis a lokális bizottság ülésen a polgármester úr tájékoztatja a nyertes, hogy tájékoztat bennünket a pályázatokról. Így jó? Tökéletes. Itt nincs több kérdés? Én azt szeretném megkezdeni a polgármesternek, hogy mikor várható a közbeszerzés kiírása az útépítésre? A kiírás, amint az engedélyes tervet megkapja, akkor lehet hivatalos az előkészítése az nem. Köszönöm szépen. Tehát, hogyha ha megkapjuk pénteken vagy jövő hét elején a hatóságtól az építési engedélyt, annak 15 napját, hogy jogerőre emelkedjen, hogyha senki nem támadja meg, már pedig bízunk el, hogy nem támadja, mert az a hatóságok állásfoglalása az nem beérkezett, akkor július közepére, akkor az minimum 5 hét, mert ugye tárgyalásos közbeszerzés kell lefolytatni, de inkább 6 hét, tehát augusztus vége szeptember elején fog kezdeni a bezárás reményeink szerint. Köszönöm szépen. Tessék. Akkor még annyit szeretnék még kérdezni, hogyha most idejét a képzőben kapok ajánlatot, és az mondjuk nem 3 millió, hanem 5 millió forint lesz, akkor is kapunk tájékoztatás, vagy akkor most azt mondjuk, hogy a kettő fő kell, de azt mondjuk 5 millió forint, akkor is úgy legyen. Sanyi, most azt mondta a programos, hogy megnyilatkoztatja, hogy tud-e képfővel, de ha nem fedik egymást a munkát, tehát tényleg úgy lesz, hogy ha mondjuk egy ember nyeri el, akkor nem volt szóval, hogy az két helyszínen, vagy a két helyszín csoporton tud dolgozni, és ha nem fedik olyan hosszan a munkát, akkor egy műszaki ellenőrelni. Jó, de most abban módosítottuk a javaslatot, hogy az a leárnál a kérőbe bele kell tenni, hogy nyilatkozzon a műszaki ellenőr. De aki pályáz, vagy jelentkezik, hogy két főbe az rendelkezik. Úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy 1-200 000 forinttal megdrágítja, de nem hiszem, hogy jelentkezik. A duplára, biztos. Nézzel sok ezeknek az embereknek. Én csak azért tettem fel. De ha így jó, akkor ahogy eldöntöttük, akkor... Tehát akkor 3 ajánlat, bekérés, 2 ellenőr. Hát akkor legyen ez a módosítás, hogyha most ne én döntsem át, akkor döntsen a bizottság, hogyha így jó, akkor legyen egy módosító javaslat. Hát de én szerintem egyetértünk vele, ezt csak azért mondom, hogy akkor ez kerül bele még a határozott javaslatban, jó. Ami nem van írva. Jó, köszönöm szépen. Akkor ezzel egyetért, az készfeltartásra lesz. 2-4-5, igen. Ez a határozott. Kiegészítettük a határozatot ezekkel a körösségekkel. Szerintem az egy napirányi pontot lezártuk, 6-os napirányi röviden összefoglalom, két bírán a pénzügyi bizottság határozott a Noklárt, a Turkát, a helyiség bérleti igényére jön. Sajnos ugye most én is egy picit elmosolyogtam, nem mosolyogni való az egész, mert hát lebetegedett ez a hogy aki csinálni akarta, aztán már mindig volt itt összesen kórházban volt, úgy tudom, hogy mosolyogni valamelyik nap. Ugye ő vállalkozást alapított, hát egy elég jelentős összeget, pedig így is azt
az, hogy az önkormányzat minden pénzt szedjen be, ami beszedhető. Gondolom, hogy vannak olyan körülmények, amikor egy esetben kell vizsgálni, hogy beosztott kérdezve. Nem csak a Sándornak mondtam, hogy a masszázsnál is ott is felmerültek más különböző problémák, ott is a bizottságát tekintett. Hát itt főleg egészség. Itt a hölgy beteg volt, a hölgy tárgyalatot, a polgármesterről is mondta. Hát az én ilyen cég alapításra, meg ezek a bérleti díjakkal is körülbelül egy így számolnak. És nem is mondjuk, hogy a tulajdonképpen az önkormányzatnak a vesztesége Annyi, annyi van, hogy ha most kiírjuk, akkor ugye legalább egy hónapig ki kell írni, és most tényleg, hogyha az előfejlesztésre szerepel a június 30-ával elfogadjuk a fölmondását, ha is mondjuk csak augusztus elején lesz majd új mérlő, akkor egy hónapig bérleti díj, ami 35 ezer forint, hogy a pénzem, hogy 30 ezer forint, akkor ennyi volt, hogy mi van. Én csak polgármesterektől szeretnénk egyet képzelni, hogy a rezsdíjak azok nincs elmaradás, hogy ennek a... Hát ebből meg le itt van, a rezsdíjban nincs elmaradás. A rezsdíjt kérdeztem, hogy... Elnézést föl kell vennem, és az elnézést kérek. Igen. Mi az ott, ami majdnem, hogy a lakhatatlan
állapotot jelent. Hát ebben maga az épület rész az a lényeg, az a függ 54 lesz tartozik jogilag, csak Petőfi útnak egyet nevezzük, mert Petőfi utcából mérik. Hát az, egy, az a legrégebbi épület része ennek az egésznek, és hát ott beázások voltak még a bérletet megelőző, a mai nap is se tudtuk kristálytisztán ezt lerendezni. Most ugye le is van még lakva, nem történt meg a tisztasági festés, amit én nyilván fogok megpróbálom behajtani rajtuk, de hát mivel a hölgy nem dolgozik, akinek a nevén volt, most 380 ezer forinttal távozott, tehát ennyi. Ennek a vonápa rész, amit ráadásul nekem be is kellett fizessek, tehát ez nagy öröm, ami a, hát azt illeti, mindenképpen rá kéne költeni 1 millió fölötti összeget, ahogy én ezt kalkulálom, hogy lakhatóvá tegyük. Most ugye szeretném, ahol nem kell átrakni ezt a tetőrészt, mert hát ugye arról szól a történet, hogy ne ázzon be, de hát mégsem rakhatok fóliát rá. Tehát a, vagy át kell rakatni, vagy valami, tehát mindenképpen a belső rész ne ázzatok. Csináltatok kalkulációt, hogy minimum 1 millió, de lehet, hogy 3 millió kellett. Így van, a minimum 1 millió, ez biztosan mondhatom. Tehát ez ami van egyébként, és a fűtés ideig sem volt, tehát aránytalan volt, mert csak egy vonal szobában volt. Egy garázs rész, egy folyosó, konyha és a fűtőszobában nem volt fűtés effektíve. Tehát nem egy luxus lakás, amúgy csak ott rendben raknánk. És ahogyha 1 milliót veszünk alapul, az nagyon nehezen térülne meg, főleg, hogyha ilyen, mert mondjuk ez 15 ezer forint volt, tehát ennek nem gazdasági alapja volt, hanem az önkormányzat kérésére volt egy ilyen olyan gyerekeknek a család állapotára volt tekintett, hogy 15 ezer forint is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát egy pillanat, elnyitok egy talán, hogy ez az ingatlan
tetőtruttára adott, amíg átlenne vizsgálva, ez lehet, hogy lakhatásra alkalmatlan át kellene vizsgálni. Én csak azt szeretném elkerülni, hogy esetleg ugye az a vád érjen majd minket, hogy mi nem törődtünk ezzel az ingatlannal, és olyan jelentős mértékben történik majd az amortizációja, még egyszer mondom, hogy egy nagyon jelentős értékesítés. Tehát én ezt is mérlegelném, hogy hogyan tudnánk legalább szinten tartani az értékét az ingatlannak. Szerintem a Tamás elmondta, hogy a bejárzást meg fogunk szüntetni, bocsánatot kérjék, tehát az mindenképpen megszüntetve. Az, hogy halaknajákban nem lakják, itt egyszerűen arról van szó, hogy itt nem az a trehánságunkon múlott, hanem egyszerűen se időben nem jelezte a bérlő, vagy parkás megoldások voltak a beállásnál. Hogyha nekem szól, akkor küldök oda egy szakembert és megmondja. És amit a polgármester is mondott, az a baj, hogy belül az elfagyásoknál ott a hűtés kielégítettetlenség miatt olyan károk keletkeztek, aminél föl kell mondanom a fal részeket. Nagyjából megoldottam, hogy vízük legyen, mert amikor lakták, ezt meg kellett volna, mert ott is az a baj, hogy egy héten később volt, és mondjuk mínusz 15 fok volt, és elfagyott a bejövő rész. Tehát ilyen problémák van, ezt természetesen megoldani, ettől jön szét az egész, tehát tényleg, hogy ezt a beállítást meg fogom szüntetni. Tehát itt Géza tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a Mervászlón én szerettem volna kivenni ezt a lakást. Utána lett ugye megvizsgálva, hogyha olyan körülményeket akarok biztosítani neki, hogy ott megfelelően tudjon élni, az egy annyi pénzben kérem. Tehát egy állapúvás ezentől függetlenül működik, most azt döntjük el, hogy az ingatlan bérbe adjuk-e, vagy nem. Ha bérbe akarjuk adni, akkor x millió forintot kell rákoltani. Tehát még egyszer mondom, ez szerint teljesen tisztában vagyok, hogy most elmondtál nekem az a problémám, mert ahogy ugye most fölvezetjük, valószínűleg azra fogunk szavazni, hogy nem adjuk bérbe. Itt a kérdésem az, hogy a következő lépés mi lesz, miután nem adjuk bérbe, hogy nem romlik-e olyan mértékben az állapotban, illetve én csak annyit tennék akkor hozzá, hogy az Adéva, a Kft. Más figyeljen oda rá, hogy ne vezessen ez a nem bérbeadási folyamat olyan mértékű romláshoz, hogy az ingatlannak a vásárló értéke is lenne, vagy csökkenni jelentősen. Jó. Tehát akkor a tárgyalati javaslatban belefogaljuk azt, hogy az állat megóvása. Igen, hát az nem van a Tamásnak a munkakörében. Akkor a polgármester úr megadta a választ, ha neked ez jó? Akkor az a lényeg, hogy a pénzügyi jogi ügyrendés tájékoztató bizottság javasolja az ingatlan bérbeadását. Aki ezzel egyetért, aki nem, 5, nem, ez egy tartózkodás, vagy nem egy tartózkodás. Akkor az Obbálház üzleteliség bérlet ügye, polgármester úr. Most már lejárva van. Az önálló a bérleti szerződés, és ugye akkor is jó írva, jelentkező nem, nincs le azt a javaslat a bizottságnak, hogy ugye írjuk ki ezt a bérleti, vagy ezt az ügyletet bérleti. Látszik is a rajzon,
feltöltenénk a körök, lejárt a pályázati feltétel, körülbelül a játszó jelenlegi határáig szeretnénk feltölteni, felhoznánk a játékokat körülre. Ki lehet alakítani itt a rajzon, nem látszik, de a szánkópálya oldalánál, és ott van a rajzokban játszott, ott van egy sötét rész, ami megakadályozott, hogy erre kívülnek szaladni az autók elé, sőt, még ott van a parkoló, és itt látszik a nyílnál, hogy mekkora területet foglalhat. Tehát arra is gondoltuk, hogy fel van töltve, hogy semmiféle vitat, hogy jön a gyerek kiszaladni a játszótéről a járműforgalom elé. Teljesen benőtte ott a sövény, egy jó sövénykerítés van. Én bízom arra, hogy ez így fejlesztődik, a gyerek nem fog szaladni a sövénynek. És ami nem látszik a rajzon, még ott van három vagy négy hatalándító. Azok alá pedig lehetne ilyen homokozót bármi gyerekeknek építeni. Amúgy alakítjuk ki, hogy eldöntjük, hogy hogy alakítsuk ki, milyen játékot tegyünk a játszótérre, akkor egy fűvös és egy jó, szép helyen lehetne a játszótér. Látszik a ötös tervezet akadálymentesítésnél, ott a széle körülbelül ott van egy vízlefolyó, nem tudom mennyire jártatok bent a ödőni, a vízlefolyónak a széléig töltenénk be, hogy a négyessel bejelzott szánkópályát ne akadályozzuk. Egy picikét a serfek rossz irányba rajzolta a nyilakat a négyesnél, mert az 45 fokra van a szánkópálya, a meglévő füves focipályának a széléhez úgy alakították a gyerekek ki, és azért nem terveztük, hogy teljesen előre hozzuk a betöltést, hogy nem akadályozzuk semmiféleképp a szánkópályának a használatát a téli időpontban. Ez egy olyan 10-13 méter feltöltés jelentene a felső részről, hogyha távolatokban gondolkodunk, és ezt megnyernénk a több funkciós pályára őszre, akkor semmiféleképp nem kerülhetne még a játszótérre a gyerekek közé, hogyha ne játszanak labda vagy bármilyen eszköz, és a szülőknek is egyszerűbb lenne a gyerekek, hogy nem kell neki lejárni, hanem akkor föntük bejön a bejáratnál, és azon egy szépen kialakított füves játszótéren tudnám a gyerekek játszani. Ennyit szeretném. Füves kerítés, tehát egy ilyen sövény kerítés van a Nyöni utca oldalán, amely a mostani szinthez képest, amilyen szinten van a közülőszorban. Csak most az, amit itt, akkor egy komoly színkülönbség van. Van már most is, tehát bocsánat, az nem látszik rajta, hogy valahogy most így fel is van már töltve. Tehát csak megnyújtanánk a lenti részt, mert itt egy ilyen füves, fás, parkos rész van. De ez a színkülönbség a játszótérre, hogy nem ugyanak fel gyerekek a focipályon a kosár szintjére, ezt vagyok a tárgyat. Szerintem nem kéne, szóval fokos. Nem, mert nem is jelent. Nem is jelent, és nem lehet lesz. Tehát ott, amilyen részünk most van, ez. Csak ez különböző részünk kanyarítva. És akkor az az akadálymentesítés, az le vagy följárás. Tehát ez most milyen szintek között van? Az a... Mert a legalsó szint a focipálya. Igen, igen. A felső ez, és akkor ez most levezet, vagy fölvezet? Le is, meg föl is vezet. Hát az föntről levezet. Föntről le, innen hátulról jönne le. Most egy pillanatra annyit, hogy egészítsek már. Az az akadálymentes rész azért lett oda beletéve, mert ugye amikor kaptunk egy egész 7000 forintot a játszótérnek a felújítására, ő beletette azt, hogy akadálymentesítjük. Ha föl lesz töltve, akkor ez az akadálymentesítéssel is veszti lényegében funkcióját, mert a játszó térnek akadálymentesítéséről lenne szó, hogy a kocsival a sportpályához nem kell. Hogyha a pályázatot, hogy Gabi is mondja, akkor ez a hátsó része, az elbetűnek az alsó része elég lenne, mert ott maga már most is egy lejtő van vezet lefele, de ott lenne akkor úgy kialakítva, hogy olyan kőre lehessen szépen kényelmesen menni a nagy térre. Ez az akadálymentesítés, ez meg lenne, hogy lehessen, illetve ide meg lehet, hogy célszerű lenne egy lépcsőt letenni. Azért legyen kapcsolat. Így van. Hát itt, bocsánat, még annyi hely akkor is maradt, hogy egy lépcsőt le tudunk vinni itt a játszótérnek a végén, ott a vízlefolyón, hát ilyen kővel van kirakva, ilyen B-betű formában a vízlefolyó a felső részben. De kapcsolódva csak én még egy apróság, amit Gézes mondott, hogy dolgok általában arra működnek, amerre használják, tehát itt egy rézső lesz, és akkor itt a játszótérhez a rézső továbbra is közlekedni, szánkózni, stb. Ez
fönnállt a veszély, annyit meg lehet csinálni, hogy... Hát jó, de hogyha szánkóznak, akkor itt nem fogunk focizni. De viszont itt nem tudok szánkózni. De most azt is meg lehet, hogy most ide is egy sövénykeli dést fönnállt, hogy egyet. Mert hogy ez a dolog közelebb jön idehez a... Az a rajzol, az én látszik, bocsássatok meg, hogy itt van egy vízszikasztó, egy három rész, ami innen levezet, ez fölülteveszi az egészet. Ott már nem lesz neki esélye, hogy innen szánkózzon, mert annyira pici lesz a terület, hogy nem fog szánkózni. A hosszú pályarész a szánkózás az így fog működni. Meg innen fog szánkózni, innen oda a hosszú kárt. Meg ezt ki fogod lehet. De akkor annyit fizet, hogy onnan szánkózni egy ökrendszer is kiskerítésre rá lehet tenni, hogy nálam ez a gyereknek fog fencezni a magyarul azok a kívánságok, ami alapján az kijött, ott ahol most van a játszótér, nem optimális, jobb lenne. Hosszú föld. Tehát annyi föld van rendelkezésben most ott a CBL szenvedett, és meg hát itt készülnek az utcák is, onnan is meg lehet hordani, és akkor fel tudjuk tölteni. Egyrészt egy rendes a részsőre, hogy nem vigye el a víz, mert hát az a tőztésnek jó, amit itt van a CBM-en, hát nyilvánvaló, hogy egy 30 cm tervét megtenni, de ez nem egy olyan nagy problém. És az, hogyha följön és a két éves gyerek erre kiszalad erre az ő, az majd megfogja, hogy az csődik. Nem tudsz, hogy az teljesen zárzsolt. Itt van sövény. Itt végül sövény van, a karboló és a tér között van itt egy sövény. Tehát egy pillanat, annyira mondjuk már a játszótér tervezéshez, hogy minden szakértő szakember kell igénybe venni. Ha szakértő azt mondja, hogy tegyünk egy 60 cm-t, és egy 1 méteres kerítés, akkor teszünk természetesen. Hát az nyilvánvaló, hogy az a fő cél, hogy a gyerekek egészsége, épsége megvegyen. Ugyanúgy oldalnál, itt egy picit van egy feladatott rész már most maga, és itt helyezkednek el végig az hiszem 4-5 falat, ami alá be lehet tenni homokozót, vagy egy ilyen alacsonyabb kis libidókát, amikor nem tudja a gyermek. Meg oda lehet tenni padokat már, működésre, tehát annyira fájdalmat. Végig lehet a sövényben, illetve padon is lehet. Egy szülő megél, hogy külni gyerek, mert az ügyben csak itt alatt, hogy megfogja a szülőjét. Még ehhez a témához kapcsolódom, mert egy külbizottság tagjai gondolkoznak rajta, hogy ottani lakosok kérték, hogy nem szeretnénk elnevezni ezt a teret. Ez csak egy kérdés. Nagy gödör. Most már kis gödör lesz. Kis gödör lesz. Jó, csak azért, hogy... Nevezünk örömként. Nevezünk. Végig meg következően nevezünk, én azt javaslom már. Jó, ez volt a kérdés. Én is arra gondoltam, hogy legyen nagy gödör, tehát semmiféle legyen most. Az a minálat. Az azon van nagy gödör, így van. De hivatalosan ez nincs megnevezve, de nincs felettesen. Ez egy Jó, köszönöm szépen.
nyilván a szintén egyeztetve a házi orvosokkal, hogyha
ha egyszer megírjuk azt, hogy azt mondjuk, meddig lesz mondjuk az ügyelet, akkor minimum három helyiségből álló pihenőszobát kell biztosítani. Tehát külön kell a pihenőszoba az orvosnak, külön a konzorciumnak, külön az ápolónak. Tehát azért van ez, ez lényegében lehet egy lakás is. Akkor szolgálati lakást alakítsuk ki. Egyértelműen az építészeknek az a véleménye, hogy ha már építünk, akkor a tetőkérbe ki lehet alakítani orvosi, vagy nem orvosi, hanem szolgálati lakást. Ugyanakkor ugye maga a központi orvosi rendelmi fölvetésénél az volt az egyik érv, hogy akkor ezeket az épületeket, meg a szolgálati lakásokat mint meg tudunk szabadulni, vagy tudjuk értékesíteni. És hogyha utólag is, de az ebből befolyt összeg lényegében egy része fedezi ennek az építménynek a megvalósítását. Tehát én azt, tehát azért nincsenek fölírva, mert ez nem a mi feladatunk meghatározni, hogy kell hozzáház, kell szerverszoba, kell veszélyes hulladéktároló, kell sima hulladéktároló, mert ez szakembernek a feladat. Tehát a funkcióba kérdezem, és én nekem ugye az a javaslatom, hogy két darab, tehát kipontozott részt a szakorvosi rendelőben két darab két helységes és két darab egy helységes tegyünk be. A szolgálati lakás, az orvosi pihenőszoba, ami lényegében egy lakás, azon kívül minimum kettő darab, hogy ezekkel kapcsolatban vagy más egyéb funkciót kínálni a bizottság javasolni a testület felé, hogy legyen mindenféle. Két dolog, valószínűleg kellene valami információs vagy biztonságőr, vagy stb. Tehát biztos, hogy kell az épületnek valami olyan, aki útba igazítja, nem kell? Nem a biztonságőr. Ez már az a szakember. A másik... Tehát az nem funkció. A másik, ami meglepetésemben németén elég sok gyermeket érint, ez a nevelési tanácsadó. Most nagyon sokan gyár előre egyeztetett időpontra hordják a gyerekeiket. De ez egy speciális helység, tehát ez egy berendezett speciális, mert a gyerekorvosi rendelőben rendelt a nőgyógyász, hogy ott meg tudta oldani, mert szerintem egy nőgyógyásznak hozta magával a mobilútra a készülékét. Én erre gondoltam, hogy a gyár irodának... Mekkora ennek a helység igénye? Azt mondom, hogy 10 négyzetméter elsér. Olyan... Itt van kettő darab két helységes, meg kettő darab egy helységes. De azért mondtam, hogy egy speciális, mert olyan logikai fix dolgokkal van ez berendezve, tehát ez egy gyermekpszichológiai és nevelési tanácsadói rendelő, hogy azért mondtam, hogy a nőgyógyász, hogy a nőgyógyász hozza a mobil otthon készülékét, és akkor ő azt letelepíti, azzal meg tudja oldani a... Jó, akkor az a kérdésem, hogy ehhez a helység listához tegyünk-e még egy helységes rendelő? Hát de azért mondom, hogy függőben van, hogyha a gyári nevelési tanácsadói központ hajlandó ide kirendelni, mint tudom én heti két alkalommal egy gyermekpszichológus nevelési tanácsadót. Én egyébként egy hölgyel beszéltem az én... Még annyit hagyd mondja Bezső, hogy közben várok elnézést. A kistérség lehet, hogy meg fog szűnni. Tehát erre a kistérségnek a feladatát lehet, hogy az önkormányzatok vagy pedig a járások fogják át. Úgyhogy azt döntsük el, és ne azt mondjuk, hogy ide fog-e járni, hanem hasonlít, mert szükség van-e pluszba, ment az épületbe egy olyan helységbe, mondjuk a gyermekorvosi védőkönyi részbe, ahol ez szükséges. Hogyha azt mondjuk, hogy igen, akkor már építve is kész. Hát véleményem szerint igen, mert ugye Németről több mint 20 gyerek jár, nem is szavazta. Jó. De most akkor az egy egységes, akkor három darabot szeretnénk az alatt. Tehát a gyermekorvosi védőnőihez írnánk oda, hogy egy darab egyhelységes. Tehát akkor plusz egy darab. Gyermek. Egyhelységes. Milyennek? Hát ez nevelési tanácsadó gyermekpszichológus. Tehát ez a... Tehát a funkcióját nem biztos, hogy meg kell határozni ennek a dolognak. Dehogy nem, mert azt érsz, hogy meghatározni, az építő vagy a technológus az alapján tudja összeállítani a négyzetméter igény, meg hogy hova kell kapcsolódni. Akkor szeretném megkérdezni ezügyben, hogy akkor most egy ezt a szobát berendezzük úgy, ahogy ott te látod, vagy hogy ez... Hát erre semmi beszélünk. Ilyen szoba legyen az építőben? Ez a kérdés, semmi más. Jó. Géza?
nekem csak nagyon szerény kérdésem lenne, hogy a közelben valahol tudunk-e egy olyan települést hasonló, vagy megközelítve hasonló létszámon, mint a Alsó-Némedi, ahol mondjuk az elmúlt 10 évben épült egy ilyen egészségházba. Hát Ócsa nagyobb, ott épült például. Javaslom, hogy valakik, vagy valaki menjen át és... Itt voltam át írva, az alapján állítottam ezt össze. Értem. Meg az orvosok, meg a házi orvosok, házi orvosok, gyermekorvosok és védőnők. Értem, mert más kárából. Illetve ebben nem én egyedül, mert részt vettek a szakmában. Tehát más kárából tanul az okos, akkor ennek nagyon örülök, mert ebben maximálisan megbízom, hogy itt van. Jó, tehát Géza, összességében egy dolgot kell figyelembe venni. Egy négyzetméter az körülbelül 300.000 forint. Tehát szükséges, úgy gondolom, hogy van olyan, vagy lesz olyan, mert úgy gondolom, tehát is ezt meg nem tudjuk, olyan helyzet az önkormányzat, hogy most plusz 15 négyzetméter, ezt be tudjuk vállalni nyilvánvalóan. Tehát én is azt mondom, hogy ha a funkció fölmerül, inkább tegyük bele, mert később hozzátudni nem tudjuk, hogy ha mégsem nem az a funkció hasznosítani, lehet, hogy tudjuk. Mert lehet, hogy ha nem kell az a funkció, akkor az lesz mondva, hogy tragédiának kiveszik például. Most csak egy példát mondtam. De én azt mondom, hogy direkt kereskedelmi jellegű helyiségeket viszont ne alakítsunk. Tehát én úgy gondolom, hogy van gyógyszertárunk. Most, amikor bemondta az egészségügyi államtitkár, hogy egy 250 gyógyszertár szűnik meg az országban, ennyi meg csődül. Nem biztos, hogy nekünk arra kell gondolni, hogy itt Alsó-Némedén, ugye egy gyógyszertár az közel 100 négyzetméter alatt terület kell hozzá, hogy 30 millió forint, illetve plusz áfa, azért építsük gyógyszertárat, és akkor majd mi bérfeladjuk. Szerintem ezen ne gondolkozunk. Ez az én véleményem, de mondhatják, hogy a bizottság, hogy... Köszönöm, mert akkor én megnyugodtam, mert hogyha tényleg megnéztétek, akkor biztos vagyok. Én úgy gondolom, hogy elég össze van, tehát itt az a kérdés, hogyha plusz funkciókat még ebbe be akarunk tenni, tehát én úgy gondolom, hogy ez szükséges. Ettől lehetne egy picivel kevesebb is, mert nem biztos, hogy a két egyszerűen szakolhatunk a plusz két darab, de ezek annyival nem növelik meg a beruházás értékét, hogy ezeket ne vállaljunk. És tényleg úgy van, hogyha ha egyszer kicsit építjük utána, azt húzani nem tudjuk. De viszont azért fölösleges kívültár. Tehát, hogy be is tudjuk lakni ezt az épületet. Jó, akkor ott tartottunk, hogy örgyel, de ez most elő. Még egy olyan kérdésem van, hogy ez már technikai részlete, nem tudom, hogy fog fejlődni majd az orvostudomány egy lakóhelyiség. Azért, hogy a szakorvosiba benne van a lakóhelyiség. Négy helységben most beír a szakorvosiba. Ebből kettő képességes. Tehát ezeknél jó ki lehet adni. De meg címkézni nem tudjuk üresni, hogy ez egy szemész, mert szemész lehet, hogy egy hónapban egyszer fog jönni. Értem ezt, világos. Tehát helység ebben benne van, hogy akár labor. Én kérdeztem ezt a doktor úrtól, azt mondta én pont a doktor úrtól, hogy egy mini labor kialakítása célszerű, azt mondta, hogy nem. Most, amikor itt leveszik a mér, és Dabason minden vizsgálatot el tudnak végezni, és nem kell lemenni Dabasra, ugye most már egy dabasi laboráns jár minden kezdet, tehát besegít, most már nincs változás a vétel, tehát volt, amikor várni kellett másfél hónapot, most már, hogyha minden kedden van, hogyha valakinek hétfőn van olyan betegség, majd derül ki, hogy miért venni, másnap már érvélik, nincs változás. A doktor úr mondta, hogy nem érdemes most ezzel gondolkozni, hogy itt egy ilyen kis klinikabot, mert olyan minimális számú paraméter tudnak meghatározni, és semmiben se nem hamarabb. Tehát ugye 8 órakor elindulunk a Dabasra, 10 órakor már ott van az eredmény, és annyira jó a kapcsolat, hogy volt olyan, hogy 10 óra, 10 perckor már a doktornál a telefon visszajött, hogy ennek az embernek azon a kórházba kell menni. Értem. Köszönöm. Hát ugye az is gondoljuk ezzel, hogy majd ezt az egész intézményt az önkormányzatnak kell fenntartani. Tehát megint most nem kell gondolni, hogy nyilvánvaló, hogy alternatív, tehát hőenergiát vagy napenergiát kell hasznosítani, azról nem kell megtenni.
funkciót kell megtalálni. Jó. Na, egyéb kérdés? Tehát ezen kívül tegyünk-e még bele valamit, amit a Rezső mondott, vagy ebből húzunk ki valamit, vagy legyenek kiegészítve, erre kéne a kérdés. De most még én egyet szeretnék kérdezni, az orvosi pihenőszoba, illetve a szolgálati lakás, most külön lenne nevezve, de az orvosi pihenőszoba, ami legalább három helységes lenne, az lényegében egy kis lakásnak is, tehát úgy kellett megcsinálni, hogy annak is jó. És akkor ez is az emeletben helyezkedik? Ez az emelet. És a szolgálati lakáshoz az is bejáratban, hogy a lehet az itt? Nem, tehát az itt a felhőterjesztés elején nagyjából le van írva, tehát ezek nem szentírás, amit le van írva. Mindenféleképp a szolgálati lakásnak kívüli megközelítettőnek kellene. Tehát csak kívül. Pont. Tehát itt ez már a hisz felülvizsgálata során merült fel, hogy ezt az épületet nem célszerű kihozni az első határa, hanem betolni legalább egy 15 métert, és oda egy gyönyörű szép parkot, nem parkírozott, hanem parkot, előkertet kialakítani, így van. Technológiai szempontból nem célszerű oldalhatára építeni, tehát hogy itt a Pesti felújuló Czarka Balázs, a fiatal Balázsé, annak az oldalhatára, mert olyan építési előírások vannak akkor, hogy megvan, hogy 3 méter fölötte, csak ablakabból mennyi lehet kinyíló, tehát nem tudja megvalósítani. Nem tud az épületre, a helységekre ablakot tenni. Sőt, így az épület körbejárható lesz. Lényegében lehet azt mondani, hogy nem biztos, hogy a személyforgalomnál célszerű, de hátra lehet vinni akkor a hulladéktárolókat, csak többi technológiai berendezés, vagy a helységeket, ezt a tervező. Tehát ezek nincsenek, ez csak egy ilyen tájékozatásként van leírva. Hogy azért mindenki el tudja képzelni, hogy tudjon rajta gondolkodni engem már majd a következőkben, hogy célszerű ezt megépíteni. Akkor most nem csak azt mondom, hogy megjelölt, akkor hogy tiszta legyen. Tehát akkor a házi orvosi rendelőkből két darab két helyiséges, szakorvosi rendelőkből két darab két helyiséges, kettő darab egy helyiséges, fogorvosi rendelőkből egy darab két helyiséges, nagyméretű teremgyógytornára és alkalmas, erről nem sokat beszéltünk, de ez nyilván természetes. Így van, tehát ez legalább egy 30-35 négyzetméternyi területű terem, plusz ennek a szaktára a gyermekorvosi rendelő, védőnői rendelő, kiegészítve egy egyhelyiséges. A nevelési tanácsadási igen. Akkor egy darab orvosi pihenőszoba, a szolgálati lakás. De az orvosi pihenőszoba, tehát úgy mondjuk, hogy vagy inkább úgy mondjuk, hogy három helységes kis lakás létezik. Az orvosi pihenőszoba az egy másik oldalon is van írva. Tehát akkor minden kell, hogy világos az orvosi szoba. És akkor két darab szolgálati lakás. Minimum kettő. Hát most, hogy az építész azt mondja, hogy majd, hogy lényegében nagyon minimális többet költséggel ki lehet alakítani háromat, akkor nyilván célszerű kialakítani háromat, de ekkora egy épületeket nem biztos. Jó. A technológia teljességek azok meg nyilván. Az nem kell. Nem tudom, hogy mit kezdem. Valakinek még esetleg valami funkció mutott eszébe. Jó. Akkor a felsoroltnak valaki egyetért, azt kérem készre a tartásra elveszik. Igen. A 8-as rendeletet megyünk is. És az egyebek következnek. Már akkor egy hivatalos plakát is van, ezt nem tudom, hogy nem tudom.
Ugye itt egy gyakorlatilag egy hétnapos fesztivál tervezem a szervező, egy Gyurcsány illetőségű üzemeltető az, aki ezt szervezi. Az ugye egyértelműen kiderül az anyagból, mert ugye ez nem elsősorban a méredi fiatalokról szól, hiszen a rendezvénypartik is a Gyurcsáról fog indulni a vasútállomásról. Amikor ezt az anyagot szombaton legyűjtöttem a Facebookról, akkor már 5400 meghívott küldött szét a Facebook. Több mint 500-an kezdték a részvételi szándékokat, és 300-an bizonytalanok voltak. Azóta ez a szám közel 7000, a meghívottak száma, és több mint 700, aki visszajelezte, hogy biztos részvételi ezen jelen kívánni. Most annak a megítélése, hogy ez igenyik-e Némediben, hogy ez valóban a némediek fiatalok érdekeit szolgálja, hogy ez volumeni nagyságrendjét, a várható következményeket és a várható látogató létszámot tekintve ide való-e, ennek megismerésében nem tudom foglalni az elfogultság esetleges felmerülése miatt, ezt a jelenlő bölcsességére bízom, amiben viszont kérem a támogatásokat a lévőknek a korábbi rossz tapasztalatok miatt, hogy egyrészt tekintettel arra, hogy a várható létszám meghaladja az 1000 főt. Ezért kérem, hogy amikor a remélhetőleg az üzemeltető bejön bejelenteni ezt a rendezvényt, akkor a vonatkozó kormányrendben 23.2011-es értelmében a polgármesteri hivatal járjának annak érdekében, hogy rendezvénytartási engedély kötelezett egy ilyen létszámú rendezvényének, az összes ordinálat ne soroljam föl. Azon kívül azt is szeretném kérni, és ebben is foglaljunk állást, hogy a mindenkori zajatári érték megállapítás ilyen rendezvények telepítésénél ki kell kérni, ennek a meglétéről győződjön a polgármester hivatal, amennyiben ez nem történik meg, akkor a vonatkozó jogszabályok megfelelően járjon el, illetve amit szeretnék kérni, hogy lehetőség szerint ellenőrizés megtartása. Ez megtörténik. Én igazából annyival kiegészíteném, hogy a mivel várható, hogy az ötfő fölött lesz a rendezvények előreértesítés. Akik az engedély, mert ez már engedély kötetes viszont hatóság részéről. Jó, azt köszönöm, és mondom, ami egyébként bennem még felmerült, ugye véletlenül a polgárőröknek is jelenleg jelenni. Hát és nem a polgárőrök, azoknak, de nem tűnöknek. Hát a polgárőr semmit nem tud csinálni. Persze, és megvan az, hogy hány főre kell egy biztonsági személyzet. De nem biztos, hogy ez megdósulám. Megvan hirdetve. Tavaly volt ilyen a Havanna horgásztóra, az tudjátok melyik a... Szabad a kocsánat. Arra volt meghirdetve, és ugyanígy az orvosok. Fölhívtuk ugyanúgy a tűzoltóságot, rendőrséget, stb. Mondták, hogy ők nem tudnak semmit, ugyanez a séma. Tehát lehet, hogy nem ugyanez, de csak egy felem. Kértük a hatóságokat, hogy jelenne legyenek ezzel a rendezvény kapcsán. Bár ez is úgy lenne. Egyébként annyit azért elmondanék, hogy kérdező elfogultság még várja lejön minket. Most, amikor volt a vasnap, és az utána a rendezvény, az ugye hajnalig elhozódott, és a szervezők szerint is különböző események és történések voltak. De nem a környező lakók semmilyen bejelentést nem tettek, mert mi voltunk és úgy döntöttünk, hogy ez az alsó némedi polgároknak a szórakozásáról szól, és szezonban egyet ki lehet hírni. Én azt gondolom, hogy ez egy picit tudom nem értéken, arról nem beszélve, hogy ez nem az alsó némediekről szól végesen. És még egy apropó, hogy hasonló volt 7 évvel ezelőtt a képdalom, és akkor az akkori polgármester György Balázs úr bejelentette, és itt van kezemben a levél, az Dunaharaszti önkormányzat szigorúan eljárt, és azóta a képdalom nem volt ilyen típusú rendezvény, ellenben az ottan üzemeltető elmondta, hogy nagyon sokszor innen hallatszik rá oda zaj a horgásztóról, a mi horgásztalunkról, hogy ezzel is minket látom. Ezt csak azért érdekesítőt elmesélem, kifelé, ha eljárunk másokra, szemben önmagunk, a saját házunkán is kérünk, hogy tartsunk magat. Ennyit szeretnék kérni, és köszönöm szépen, meghallgatok. Köszönjük, hogy észrevettek.
Tudomásul vettük, hogy nem tudva semmiféle határozatot esetleg jobb bármi. Hát annyi, hogy a szükséges ödülékviseletet, az nem tudom. Nem tudom tenni, hát az üzemeltetés kapcsolatos önkormányzati terméket, az természetesen a jegyzőjük elfogadná. Tehát ez törvény kötelezének. Most a jegyző, bocsánat, hogy a törvény kötelezének, nem úgy már a bizottság kötelezének. Nem kell gondoltam, igazából csak voltak. Volt végelőről rossz tapasztalat, és ezt így pont kezdettünk, nem mindig történik, ami egyébként törvényi kötelezettséget volt. Aztán az idő mindenben már megtörtént, de nem így látható. Jó. Köszönöm biztos, hogy jól megkérdezik. Igen, hát az egyikről szép, most kaptam egy telefont, itt valószínűleg valami félreértés. Kiderült, mert az illető, akivel tegnap este beszéltem, most elmondta, hogy a polgármester úr hívta a telefonon. Hát az én nem hívtam föl, én tőlem kérdeztek. Polgármester úr hívta föl a telefonon. Igen, ami egyik lényeg, a lényeg, a Babáti Kúrián mellett egy gyepen folytatott kaszálás, ami szerintem első biztos a természetvédelmét, amit most megnéztem az Erikával. Tehát... És természetvédelmét? Biztos, hogy az. Ez a Babáti Kúrián ráhúzó gyerterület tulajdonképpen. Pont azt kérdezték tőlem, hogy a önkormányzat nyilvántartása szerint ez tervezett. Nem, mert ez nem. Mint a tulajdonlap is ki van kérve, és nem tervezett. De nem vetett gyert. Az egy ősgyert. Benne van a Babáti Kúrián. Az nem egy akkor az, hogy tervezett a terület a tulajdonképpen. Tehát most most használja, ami voltak, de most nem kéz a szántól, vagy egyébként hát nem. Na, hogy ezt azért, tehát én szeretném, most például az önkormányzat ennek utána nézne. Amennyire őgyekről van szó, a kaszálás időpontja július 17, tehát július 15-e után. És ez az évben ez már tártalan, tehát felesleges bármit tennünk. De most szeretném mondani, hogy a következő évben, tehát még ősszel ezeknek a tulajdonosoknak fel kéne hívni a figyelmét arra, hogy ezek a gyepek akármikor nem baszakhatók. Pillanat kézre. Tehát két dolgokkal kérdősz. Az egyik az, hogy természetvédelmi terület vagy nem. Azt mondom, hogy az nem természetvédelmi terület. Igen. Az, hogy az ősgyepekre vonatkozik egy ilyen törvény, erre meg van törvény. Ami ezt szabályozza azt, hogy mikor, milyen műveleteknek lehet végezni ezeken a területeken, hogyha ha ez abba bele. Igen. Tehát én tőlem azt kérdezték Géza, hogy az alsónémeni önkormányzat nyilvántartása szerint ez védett területnek van egy nyilvánik. Arra mondtam én azt, hogy ez nincs. Nem mondhatom azt, hogy az Géza, hogyha nem az. Ami nyilvántartása szerint van, akkor maradjunk annyiból, hogy ez megint csak abba a kategóriába tartozik, hogy a földhivatalnál nem vezették rá a védet. Itt a nyilvántartás, amit a Hanúr, meg a Német Ülesügyék, meg az Alsó Németi Egyesület, meg mindenki, akik összeadott, van egy nyilvántartás, hogy mit a védett területek Alsó Németi. Ebben ezek a területek nincsenek. Meg tudom, hogy mennyi mutatni ezt a területet. Én mondom, hogy amit mi beadtunk, azok a helyi védettségre beadott területek. Az pedig országosan nézhetjük. Miért mondod Géza? Hát direkt a nyilvántartást lekérdez a Zsidiktől, a Környezetvédelmi Hatóságtól. Akkor ennek alaposabban, még jobban alá, így utána fogok nézni, de biztos, hogy természetvédelmi terület egyébként nem vetett gyert, tehát ezt július 15-e után lehet használni. Nem ez az egyetlen terület egyébként, sőt, akkor mondom, hogy a másik terület viszont biztos, hogy védett. A Kerekerdőnél, a Lápnál lévő terület, amit a Huszti kaszál. Hát azok szántóföldek, mint terület, bocsánat. Nincs olyan. Hát, hogyha, bocsáss meg Géza, hogyha az Erika, amit mond itt a Huszti mellett a széljön, a Huszti használ, meg a jobbágy megjárék, az mind szántóként szerint. Igen, az mind szántó, az nem ősgyep, az szántó. Erről van szó, erről a területről itt. Az pedig a Babadőr. Arról a területről van szó. Mert az, amit ott betűnt. Dálunk el a vezető úr. Géza, azt, hogy amelyiket kaszált, az védett területe, azt nem tudom. Az nem, az biztos nem. Szántó meg rét.
Géza, ami nő kaszál, nem tudom, hogy az védett területe. Ami helyőrzi számos jól, hogy megkérdezed, az nem védett területe. Rendben van. Tehát még egyszer mondom, azért hoztam ezt most be a bizottsági ülésre, mert ebbe az évben már ezzel sok mindent nem tudunk csinálni. De nagyon időben vagyunk, hogy jövőre ezeket a problémákat kivédjük. Tehát azokat a természetvédelmi területeket, amelyek gyep területen vannak, a tulajdonosokat ki kéne értesíteni erről, törvény van rá. Tehát nem tudom más mondani. Július 15-e után előtt nem használható. De én ezt itt elmondtam, és akkor esetleg a jegyzőben még majd az ide vonatkozó természetvédelmi paragrafusokat előveszünk, és egyeztetünk a területeket is. Ez lenne az egyik, tehát ez a kaszálási probléma. A másik pedig, amit javasolni szeretnék, iszonyatos nagy az asszály, és javasolnám a Dánin, tehát a Rádai út mellett lévő egyébként két éve elbontott zárásnak a visszaállítása. Ez az a csatorna, amelyik a kerekerdei lábból hozza ki a vizet. Én úgy gondolom, hogy olyan mértékű asszályban és olyan mértékű egyébként vízveszteség érte már egyébként is a németi határt, hogy ezt a legintenzívebben vízlecsapoló csatornát, ami egyébként szerintem egy végtelenül káros csatorna alul határában, ezt mindenféleképpen legalább a két évvel ezelőtti szint formájában vissza kéne állítani. Csaminyának a másik oldalon. Így van. Hát ott nincs is víz, mert nem is tud kifolyni a víz. Azért kéne gyorsan... De nincs is víz. Oda kéne gyorsan tenni egy küszöböt, hogy a nyáron jövő csapadékvizet valahogy meg tudjuk fogni. Így van, sok száraz. Nem tud kimenni Géza, mert ott a Tisamenyhárének a végében, ott a Jobbágymenyhárének a másik oldalon magasabb, úgy tele van az árok nővel, hogy növényzetben a víz se fog kifolyni. Sajnos lehet, mert ne a növényzetben vízzünk már, hogy megfogja a vizet, hanem abba, hogy mit tudunk meg. Na, szerintem hát, egyszerűen ezen a történeten, akkor ezt határozott javaslatni föltesz a Géza. Igen, szeretném föltenni, hogy iszonyatos asszályra való tekintettel és a várható nyári asszályos hónapokra való tekintettel már most fel kéne arra készülni, hogy ezt a kevés csapadékvizet, ami esetleg szeptemberig vagy szeptemberbe esik, valamilyen szinten megfogjuk. Ezt akkor tudjuk pontosan, polgármester, hogy miről beszélünk, de hol van az a gát? Te tudod? Sanyi, ne arra szükség, ezt a javaslatot neked beigszak. Én nélkül nem tudom mit kezdeni. Jó, hát nincs. Magasorban van az ebben. Jó. A Géza a föltettem szavazásra felvételni, akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy el... Sanyi, ne tett föl szavazásra, mert nincs ennyi határozása. Mert itt végrehajthatatlan ez a határozat, hogyha hozunk is. Akkor miért nincs helyi határozása? Hát dehogy nincs. Hát egyszer, hát ott van a küszöb. Hát egyszer már le lehet szedve. Nincs kiszedve az egész hajat, csak Géza részleteket. Ki voltam, aki mondtál, de nincs kiszedve teljesen határozása. Akkor fogalmasodok, milyen helyzet meghatározás kell oda, hogy ezt nem tudod? Hogy lehet még ezt jobban helyzettel meghatározni? Az egy volt zárás, amit elmondottunk, amikor volt az esős éjszak. Akkor lehet, hogyha itt mindenki tudja, én nem vagyok, hogy nem tudom. Hát majdnem minden képviselő volt az még. Tehát a bizottsági tisztagjaként az megkérdezik. Hát de volt, de volt ez. Hát térképpen megfelelően széget. Nem? De? És kész a bejelölés megkérdezik. És arra előbbre vagyunk? Nem tudom, hogy van. Akkor kövés a következő bejelölésen van. Akkor Géza az megfelelő, mindenki kimegy, figyelj Géza, mindenki kimegy, megnézi ezt a helyet, hogy miről van szó, összefogunk egy napot, ha nem is mondjuk gondolva, összebeszél a bizottság, kimegyünk, megnézzük, és akkor a következő bizottság ülése mindenki tudja. Az mitől lesz?
Szerintem testületi ülésre. Testületi ülésre. Jövő ismerni. Honnan bejöttök újra olyan térképszervét a magóban, ami a területek is összevettek. Jó, ez meg fel? Akkor. Tehát magyarul a következő bizottsági ülésen, vagy testületi ülésen elrúgjunk. Jó, köszönöm szépen. Akkor másod jövök? Én nem jövök. Gyere csak, írsz a... Nem, egy 10 perc ületet. Jó, akkor csak a végül. Én még megyek.